Hogyan kell felkészíteni a személygépkocsinkat a télre? Hát az autó felkészítés elsősorban ugye tél előtt lényeges a téli gumikat felszerelni. A hűtő folyadék, ami nagyon lényeges, hogy az megfelelő legyen, hogy nehogy szétfagyjon az autó. És ugyanúgy az ablakmosó folyadék, ami úgy szintén fagyálló kell, hogy legyen, amit tudnak venni az üzletben mínusz 20 fokig, ellenálló a hidegre. A fékrendszernek nagyon lényeges ugye télen, hogy hát az autó biztonságos legyen, akkor a kormányszerkezet úgy szintén, ugye ez hát nem csak télen-nyáron is, de télen nagyon lényeges, hogy meg tudjunk állni az autóval kellő pillanatban. Ezek szerint ajánlatos átnézetni szakemberrel is. Természetesen tél előtt nagyon sok kuncsatunk van, aki elhoz az autóját és átnézeti, és akkor ezeket a dolgokat kiszűrjük, ami meg van hibásodva. Télen elég gyakran van gond az akkumulátorral, és ezt hogyan lehet megelőzni? Tehát, hogy ne járjunk úgy, hogy reggel indulni szeretnénk munkába, és aztán nem indul az autó. Nagyon lényeges nyáron is az akkumulátornak az ellenőrzés és karbantartása. Amennyiben ez megtörténik, akkor télen sokkal kevesebb gondunk van. Nem csak az akkumulátor, ugyanúgy a generátor, ami feltölti az akkumulátort, hogy az rendben legyen, ez meg tudja hosszabbítani az akkumulátornak az élettartalmát. Ezeknél az akkumulátoroknál már legtöbb már újabb típusú akkumulátor, olyan zselés akkumulátorok, amelyeknél már nincs karbantartás. Tehát a régiek még ugye az akkumulátor savat le tudtuk ellenőrizni, időnként feltölteni. Az új akkumulátoroknál már ez nincs, nem igényelnek külön karbantartást. Inkább az akkumulátor töltésre kell nagyobb gondot, figyelmet fordítani. Mielőtt elindulunk az autóval, ajánlatos-e járatni a motort egy darabig, tehát melegíteni, úgymond? Hát ez inkább a dízel autóknál ajánlatosabb, hogy elérje azt a munkahőmérsékletet, de a benzinnel üzemeltető autóknál is az a motornak inkább, tehát a hasznára vál, de sajnos nagyon kevesen csinálják ezt, mert ugye mindannyian rohanunk, nincs időnk erre, és hát ez pénzbe is kerül valahol 5-10 percet járatni a motort. Ami később azért talán meghálálja, mert a motornak hosszabb lesz az élettartalma. Mivel szabad a jeget, havat letisztítani az autóról? Hát a havat azt egy kis söprűvel le lehet tisztítani. A jeget azt viszont semmiképp nem szabad éles tárgyal, vagy pedig forró vízzel leönteni, mert akkor meg tud repedni a szélvédő. Amennyiben langyos vízzel mossuk le, azzal lehet, de hát annak nincs nagy jelentősége, mert azonnal rá fog fagyni a szélvédőre. Talán a legpraktikusabb dolog, hogyha ilyen különböző sprejekkel le tudjuk fújni, ami lemarja a jeget, vagy pedig amit lehet úgy szintén venni az üzletekben, ilyen műanyag kaparót. És ezek a vegyszeres sprék, ezek nem károsítják az autó felületét? Nem károsítják a felületét, azért, mert ezek általában ilyen alkoholbázisú, és az nem tudja megmarni az autó festéket, vagy bármit nem tudja megkárosítani az autón. Gyakran az is fölmerül az emberbe télen, hogy mikor szabad mosni vagy mosatni az autót. Tehát, hogy milyen körülmények között, illetve le kellett törölni aztán szárazra. Amennyiben lehet, ki kell várni azt a pillanatot, amikor nincs fagy kint. Amennyiben az autót le kell mosni, és kint mínuszok vannak, akkor mosás után, de ezt az automosodában már elvégzik, hogy a tömítő gumikat, ami az ajtók körül vannak, ugye mert be tudnak fagyni az ajtók, azokat a tömítő gumikat ők átkenik szilikonnal, hogy ne fagyjon be az ajtó. Így másra nem kell odafigyelni a mosásnál talán. Amikor havassak az utak, akkor általában sóval szórják le, vagy kőtörmelékkel. A só az kárt tesz-e az autóba? Hát az alvázban mindenképp a só az kárt tesz, megmarja. A kövek azok viszont inkább talán, amikor felpattognak, akkor tudják az autó lakfesték részét megsérteni. Le kell-e mosni esetleg az alvázat, vagy az autót olyankor, amikor mondjuk hosszabb ideig vezetünk, sóval leszúrtunk? Az mindenképp, az nagyon hasznos, tehát le kell mosni a sót róla. Az károsan hat-e az autóra, hogyha nem garázsban
tartják, hanem mindig kint van télen, nyáron, esőben, hóban. Hát természetesen, hogy károsan hat, jobb lenne garázsolni az autót, aki meg tudja tenni. Hát aki nem, az rá van kényszerülve, hogy kin ilyenkor. Hát ugyanúgy a napfény is ugye az autó festékre, a hideg is a festékre, a különböző gumitömítőkre, erre mind káros hatással van. Tehát ezt esetleg meg lehet védeni, lehet vásárolni ilyen autótakarókat, amivel be lehet takarni, amennyiben huzamosabb ideig kint áll a kocsi, ezt nagyon sokan meg is teszik, de hát hogyha most egy napot áll kint, akkor azt általában nem praktizálják.